úgy gondoltuk, hogy nagyon fontos, hogy ez a közösség együtt lehessen az idejében is. Fél nap sem volt, és a 200 hely már be is telt. Az idei évben a Nemzetpolitikai Államtitkárság az erős magyar közösségek évét hirdette meg, ezt már sokszor bizonyítottuk, hogy mindig tudunk egymásra számítani. Mindig egy nagy családként tekintettem a magyarságra, egy fantasztikus nemzet részének érzem magam. Egy óriási érzés volt így a földrajzi távolságokat áthidalva egy online eszköz segítségével ennyire szoros kontaktusban. Szabó Norbert vagyok, Felvidékről. Nekem a fő profilom a hangszer építés, készítés. Franz Zsolt vagyok, reklámgrafikai vállalkozást vezetek Árdéből. Dankó Dénes vagyok, Szabadkáról. Beutazás szervezéssel foglalkozunk. Gordas Károly vagyok, Adáról, Vajdaságból. Fémforgácsolással foglalkozunk. Puskás Ildikó vagyok, Beregszázból. Egy menzát üzemeltetünk. Mindkét nap délelőtt előadásokon, workshopokon vehettek részt a vállalkozók, délután pedig mentorálások zajlottak. Ezeken a találkozókon, főleg a mentorálás részen kicsit úgy megnyílunk, egy kicsit transzparensé válunk, ami szerintem fontos ahhoz, hogy erős kötelékek szülessenek. Jó tudni az, hogy az ember az tartozik valamilyen identitáshoz, valamilyen csoporthoz. Azt gondolom, hogy ez egy nagyon jól funkcionáló közösség. Nagyon sok és jó embereket sikerült ezeken a rendezvényeken megismernem, akik közül többel is tartsuk a kapcsolatot. Egész évben nagyon jó, hogy támogathatjuk egymást és kereshetjük egymást. Ez nagyon jó dolog ebben az egészben, hogy egy jó közösséget alkotunk és számíthatunk egymásra. Azt gondolom, hogy ez a két nap nagyon megmutatta azt, hogy ez a közösség ez nem egy helyhez van kötve, hanem ez a közösség ez mi vagyunk. És meg tudjuk találni azokat a helyeket és azokat a pontokat, ahol találkozni tudunk. Mindezek ellenére reméljük, hogy jövőre Mezőkövesden tudunk majd találkozni. Köszönjük szépen, hogy itt voltatok, vagytok. Köszi, minden jót nektek, sziasztok! Sziasztok! Köszönjük szépen, köszönjük! Sziasztok, köszönjük szépen!